orosz-ukrán háborúban a sajtóban is megjelent az a kifejezés, és a közvélemény is megtanulhatta, hogy hiperszónikus fegyverek, és a sajtó azt írta róla, idézem, alig hanem az évtized eddigi legnagyobb haditechnikai áttörését jelentik, teljesen új fejezetet nyitnak a stratégiai hadviselésben. A repülő fedélzeti rendszerek tanszékvezetője, Szilvási László ezredes a vendégünk, aki majd elmondja, hogy mennyire új ez a technika, de előbb talán azt tisztázzuk, hogy mik ezek az új fegyverek. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a nézőket is! Hiperszónikus fegyverekről akkor beszélünk, amikor a fegyver sebessége meghaladja az ötszörös hangsebességet. Ezt a sebességet 1949-ben lépték át először egy amerikai fejlesztésű rakétával, amit a náci Németország elhíresült V2-es rakétájának az egyik fokozatából, és egy korábbi 44 környékén fejlesztett amerikai rakéta második fokozatából raktak össze, és ez a rakéta elérte a 2305 méter per szekundumos sebességet, ami egy olyan 6,7-szeres hangsebességnek felel meg, és ez volt az első. Aztán utána a maga a hiperszónikus sebesség azt lehet mondani, hogy hétköznapivá vált, mert beindult az 50-es évek végén az űrrepülés, 60-as években már az emberes űrrepülés, akkor a Föld légköréből való kilépéshez, és most is a 8000 méter per szekundumos első kozmikus sebesség szükséges. Ahhoz, hogy elliptikus pályára álljon a űrrakéta, az már a 11000 méter per szekundumos sebesség szükséges. Tehát ez tulajdonképpen mindennapivá tette a hiperszónikus sebességet. Fegyverek területén nagyon sok kísérlet folyt ezekkel az eszközökkel. Igazándiból a 90-es, 80-as években kezdtek el újra fejlesztésekbe egy hosszú-hosszú szünet után, és akkor jelentek meg azok a nagysebességű, tehát hiperszónikus kategóriába sorolható fegyverek, amiket ma tulajdonképpen az ukrán-orosz háború vagy válság kapcsán is megismerhettünk. Ezeknek a fejlesztése a 80-as, 90-es években kezdődött. Általában azt lehet mondani, hogy a három nagy hatalom, és itt a Kínát sorolom a harmadiknak, az USA és az Oroszország mellett, aki nagyon erősen, intenzíven foglalkozik ezekkel a fegyverekkel. Akkor mégsem új ez a technika? Igazándiból maga a sebesség nem, a technika sem teljesen új, mert az eszközök fejlesztését azért adta a nagy löketet, mert ha veszünk egy közismert, szintén megint úgy nagyjából közismert Tomahawk rakétát, ami hangsebesség alatti robotrepülőgép és nem cirkáló rakéta, akkor annak a repülési ideje egy 1-2000 kilométeres távolságról több óra. Tehát el tud menekülni a célszemély, vagy el tudják vinni ezt a légvédelmi eszközt az adott célterületről, viszont a hiperszónikus fegyvernek pont az a hatalmas előnye ezekhez képest, a korábbi ilyen cirkáló rakétákhoz, vagy inkább robotrepülőgépekhez képest, hogy nagyon nagy sebességgel repülnek, és nagyon rövid lesz így a repülési idő a másikhoz képest. Tehát váratlanabb lehet a támadás. Vagy a csapás. Ezek voltak ugye, amit az elmúlt percekben említett, a 80-as, 90-es évek. Most hol tartunk? Most, amit az ukrán háború kapcsán is két rakétának a nevét említeném meg, az Iskander, ez egy föld-föld kategóriájú rakéta. Ez tulajdonképpen ugye a 2000-es évek elején, 90-es években kezdődött a fejlesztése, de maga Oroszország vagy a akkori Szovjetunió szétesése után 2000-es években folytatódott, és 2007 környékén állt ez az eszköz rendszerben, amikor először lehetett róla hallani. Ez egy olyan körülbelül 3800 kg induló tömegű rakéta. Érdekes megoldása az, hogy igazándiból nem nagy hatótávolságú, mert 481-es források 500 kilométeres hatótávolságot adnak meg. Az érdekesség az, hogy kvázi ballisztikus, tehát igazándiból kimegy a légkörből, és 50 km magasról jön vissza függőlegesen. A pontossága az olyan 5-7 méter az MS változatnak, ugyanis ennek több változata van, E-M-K változat, amiről úgy viszonylag többet lehet olvasni. A E változat például csak 280 km indítási távolságú, és 30 méter körüli pontossággal bír. Az M változat viszont egyértelműen hiperszónikus fegyver kategóriába sorolandó, mert olyan 8-szoros, 9-szeres hangsebességről szólnak a szakirodalmak, amiket úgy fel lehet lelni, és ez volt az alapja annak a rakétának, amit Kinzhal néven 2000,
15-ben, 16-ban, 18-ban, 2018 márciusában Putyin bejelentett öt másik eszközzel együtt, hogy létrehoztak egy ezredet, egy repülő ezredet, míg 31 K-kkal, és a K betűt kimondottan a Kindzsára utal, ez egy átalakított BM vagy BSM változatú míg 31-es kimondottan a Kindzsál indítására. Közben mondom a kedves nézőknek, hogy ezt a rakétát és ezt a míg 31-est láthatták az elmúlt percekben, amikor még az Iskanderről beszéltünk, úgyhogy térjünk is vissza. És ez a tehát az Iskanderből kifejlesztett Kindzsál rakéta az, ami míg 31K-val indítható, és ebből a repülőgépből a források szerint összesen csak 10 darab van. Beszédes a 10 darab, mert az Amerikai Egyesült Államoknak 10 anyahajója van. Tehát egyes források ezt a két tízes számot összekötik, és ezzel a 10 repülőeszközzel lehet indítani. Ezen kívül indítható még a Tu-22M3M változattal, amiről összesen csak 2 darabról van egyelőre hír, hogy annyit adták át az oroszok, mert ez egy felújított, módosított változata a Tu-22M-nek. Mind a kettőről nagy magasságban, nagy sebesség mellett lehet indítani a rakétát, tehát hangsebesség fölötti indításról beszélünk, ugyanis a rakéta a két repülőgépről az 500 km-es földi rakétához képest jelentős ugrással bír, mert 2000 km-től több az indítási távolság a MiG-31K-ról, Tu-22M3M-ről pedig 3000 km környékéről írnak a szakirodalmak. Ezt a sebességet ez a rakéta úgy tudja elérni, hogy egy kétfokozatú, tehát a források szerint és a feltételezések szerint, így mondom pontosan, kétfokozatú hajtómű, van egy alap szilárd hajtóanyagú rakétahajtóműve, ami felgyorsítja a rakétát egy nagy sebességre, majd van egy scramjet hajtóműve, amiről azt kell tudni, hogy annyival több, mint a ramjet, a klasszikus torlósugár hajtómű, hogy a scramjet hajtóműben az égési sebesség is hangsebesség fölött zajlik le, és ezért kapta ezt a scramjet elnevezést, ami az angol kibontásban egyébként Supersonic Combustion Ramjet elnevezésből ered, és ezért tudja elérni ezt a nagy sebességet. A sebesség ezeknek az eszközöknek, ennek a Kindzsálnak egy olyan 6,7-szeres hangsebesség körülére írják a szakirodalmak, és ezért tud nagy távolságot tulajdonképpen fentről lefelé gravitáció segítségével repülni, mert itt a gravitáció segíti a rakéta mozgását. Meg is próbálják jól eltitkolni, amit mi találtunk felvételeket. Azon az látszik, hogy nagyon szépen ki is kockázták ezeket a demo videókat, amelyek erről a fegyverről vannak. Van-e arról információ, a sajtó már írt róla, azt tudom, de van-e arról katonai berkekből, vagy bármilyen nyílt forrásból információ, hogy tényleg ezt a Kindzsált vetették most be az oroszok? Ellentmondóak a hírek, de valószínűsítjük, hogy igen. És még az a jelentőség ennek a nagysebességű fegyvernek, mert én azért kicsit úgy felkészültem erre, hogy egy S-400-as légvédelmi eszköz, vagy egy Patriot légvédelmi eszköznek a rakétájának a sebesség az ilyen maximum 2000 méter per szekundum környékére lehet tenni, ami azt jelenti, hogy az az eszköz el tud fogni egy mondjuk szembe vagy oldalról indított másik eszközre egy maximum 3000 méter per szekundumos repülőeszközt. Utánlövéssel csak egy olyat, amelyik tőle lassabb mindenképpen, tehát az 1000-1500 méter per szekundumtól nem gyorsabb. Tehát innentől kezdve az a 6,7-szeres hangsebesség, amit azt mondom, hogy durván olyan 6000 méter, 6500 méter per szekundumnak veszünk, képtelenség ezekkel az eszközökkel megfogni, és itt van jelentőség ezeknek az eszközöknek, hogy ki tudják játszani úgymond idézőjelben a légvédelmi eszközöket. Ezredes úr, köszönöm szépen, hogy itt volt és elmondta ezt a rengeteg hasznos információt, többet, mint amit a hétköznapi sajtó megírt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Iskander és Kindzsál, ezt a két nevet megjegyezhettük mindenképpen, most nagyon sok hasznos információ volt összefoglaló néven ezekről a hiperszónikus fegyverekről. Remélem, hogy érdekesnek találták, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!